Ezt vártam a legjobban, itt van az ongomb. Hey! Úgy döntöttem, hogy ezen a héten egyrészt rég volt heti vlog, úgyhogy itt az új heti vlog, másrészt pedig felújítjuk a kis stúdiómat, mert hát ez már ráfér. Kimondottan ráfér, mert szerintem inkább már ez egy raktárhelyiség, és nem egy stúdió, és nem érzem magam egyszerűen kényelmesen itt benn. Úgyhogy lássunk hozzá, még mielőtt bármit elkezdünk csinálni, irány bevásárolni. Ezt a videót közösen csinálom a Mastercard-dal, és nagyon szépen köszönöm nekik, hogy lehetőségem van felújítani a stúdiómat. Ugyanan elérhető náluk, hogy 20 000 forint feletti összegnél ki tudjátok választani a részletfizetés funkciót. Nagyon fontos szerintem kiemelni azt, hogy nyilván nem veszünk olyan dolgot, amit utólag nem tudunk kifizetni. Viszont annó például nekem is hatalmas segítség volt, amikor részletre megvettem az első vlogger kamerámat, még Sopronban a régi stúdió, majd bevágok egy-két képet nektek, amit láthattok, és nem kellett az egészet egyszerre kifizetnem, hanem tudtam gazdálkodni a zsebpénzemmel. Köszönöm szépen nekik, hogy támogattak ezt a videót. Most viszont kezdjük el. Hát szedjük szét az egészet. Az ember egyébként rá se jön, hogy mennyi cucc van mindaddig, amíg nem pakol ki egy-egy szobából. Takarítsunk még ki. Első feladat. Lefesteni az asztalt. Ki fogom rakni itt a padlót újságpapírra, hogy ne fogjon meg semmit. Illetve olyan festéket vettem, ami hát talán elsősorban gyerekfesték, mivel bent festünk, ezért nem akarom azt, hogy mindenféle gázok jöjjenek itt jobbra-balra. Mivel az egész szoba hangszivacsal lesz kitömve, ezért nagyon fekete hatást akarok kelteni, és éppen ezért át fogom festeni ezt az asztalt. Ne vegyetek öntapadós szivacsokat, mert amint látjátok, elég nehezen jönnek le a falról utána. Elérkeztünk a talán legnagyobb változást hozó kis dologhoz, amit nem más, mint a hangszigetelő szivacsok. Ezt ugye az előbb elmondtam nektek, hogy esetleg, ha valaki ilyesmiben gondolkodik, akkor ne öntapadósat vegyem, mert esetleg úgy kell majd vésővel leszedni a falról azt, ami ott van, azt a csedvát. Úgyhogy én most úgy fogom megoldani, hogy vettem két oldalú ragasztót. Viszonylag a sarkokat fogom majd beragasztani. Úgyhogy talán ez nem fog akkora nyomot hagyni a falon. Meglátjuk, hogy hogy sikerül. Mindenesetre itt is keveset fog használni, hogy ne hatalmas nagy pacnik legyenek össze-vissza mindenhol. Mert nyilván, hogyha egyszer majd ez a szoba nem stúdióként lesz használva, akkor az egészet ki kéne festeni abban az esetben. Úgyhogy marad ez, lássunk hozzá. Jó, alá. Mehetnek is fel a falra. Így. És hát akkor most ebből van még nagyon sok. Úgyhogy szerintem ez egy több órás munka lesz. Nézzük meg, hogy hova jutunk után. Régi podcast felvételekben láthattátok, hogy a kapcsolóknál elég bénán voltak kivágva a szivacsok, úgyhogy ezeket is megoldottam. Jó. Na, hát srácok, mára szerintem egyelőre ennyi. Igazából ez... Ez a fal. Ez teljesen kész. Nem véletlenül nem csináltam meg teljesen, ugyanis itt fent a peremre fényeket szeretnék majd végigvezetni egészen az egész szobában, úgyhogy az majd ilyen távirányítós lesz. Hát holnapra marad az, viszont itt van még egy kis gond. Ugyanis szívem szerint ezt a logót nem venném le, úgyhogy még nem tudom, mi lesz ennek a sorsa. Kicsit ilyen ellentmondásos lenne, illetve ugye még van itt a díjam, plusz van még egy YouTube díjam, a gameplay csatornás is, az is még valahogy ide kerülhetne. Hát egy olyan jó 6 órát ezzel foglalkoztam ma, úgyhogy holnap folytatjuk. Jó cakát! Hát itt kupi van, csak hogy lássátok, hogy jelenleg mi zajlik itt. Így néz ki most jelenleg minden. A hangszigetelést ma biztos, hogy be fogom fejezni, ezt végül majd erre mindjárt kitérünk. Ez az egész fal, ez kész van, illetve a középső fal is, az is, és itt, hát itt gondban vagyok. Sajnos a két oldalú ragasztó nem fogta meg a szivacsokat, illetve az öntapadó szivacsok se jók, majd amint látjátok, ilyen foltokat hagynak. Ezeket be fogjuk fedni. És éppen ezért mindjárt elmegyünk vásárolni.
Arra viszont visszatérve. Megkérdeztem sokatoktól, Instagramon egyébként már javul a hang, hogy mi legyen a trió logóval, nincs szívem leszedni, és mert legtöbben csináltam egy ilyen illusztrációt is, legtöbben azt szavaztátok meg, hogy maradjon, és hogy fedjem egy ilyen keretbe be a falat, és akkor ugye a szabadon van, ami azért jó, mert a plafonon a fények majd minden fehér dologra vissza fognak szóródni, és szerintem az is jól fog kinézni. Jött még egy hasznos info. Írt nekem Bánkuti Dani, aki a zenében, hangban, mindenben nagyon otthon van, ha gondoljátok, csekkoljátok le a csatornát, itt van valahogy kártya, 7 év alatt nem tanultam meg, hogy melyik sarokban van, hogy nem feltétlenül jó az, hogyha az egész szobát leszivacsozom, mert nem lesz természetes a hangom, egy ilyen elnyomott, annyira nem lesz semmilyen zaj, hogy el lesz nyomva minden. Úgyhogy jó is, hogy ez szabadon van, illetve a plafon is szabadon van. És ő ajánlotta, hogy vegyek inkább valamilyen más elemeket vegyek bele, esetleg egy szőnyeget, most nyilván az nekem a székem miatt annyira nem praktikus, de hogy valamilyen falra, vagy bútorokat, vagy ilyen polcokat, valami ilyesmiket, úgyhogy irány vásárolni. Ezek tökéletesen le fogják majd takarni itt a problémákat. Viszont lefújjuk feketére. All black. Van egy kettő dologom, amihez nem értek, úgyhogy kicsit utána nézek itt, de mindjárt fenn vannak a polcok. Van még egy dolog, ami bekerül a stúdióba, és ez nem más, mint puty, és majd itt lesz puty egy polc. Ide szeretném majd a díjaimat rakni, amiket a videós karrierem alatt tiszteltetek össze igazából nekem, amiket köszönök szépen. Ezt még gyors felfúrjuk, aztán nekilátunk a fényeknek. Jó reggelt! Hát alakulunk, ezt így a hangból is észrevehetitek. Nincs még kész, egy nagyon-nagyon fontos dolog hiányzik, amit most jelenleg láthatok is, azok nem más, mint a fények. Felszereljük ma a fényeket, és nagyjából az lesz így az utolsó dolog, ami bekerül itt a kis szobába, úgyhogy lássunk hozzá. Ilyen sima LED csíkokat vettem, ezek nem annyira drágák, és elég sokan is használják, viszont ennek az a lényege, hogy elképesztően ronda. Ez így néz ki, nyilván ezt az ember nem akarja látni. Úgyhogy éppen ezért ide fentre, ahol fut például a klímának a vonala, illetve majd ide a hangszigetelő szivacs tetejére fogom végigfuttatni ezt az egészet. Kész? Mármint kész? Egy dolog maradt hátra, összedugni az árammal. Srácok, lányok, ezt vártam a legjobban, itt van az ongom. Csak a kíváncsiság kedvéért lemértem, hogy mennyit változott a hang. Hangpróba 1, 2, 3. Hangpróba 1, 2, 3. Hangpróba 1, 2, 3, 4. Azt kell mondjam, srácok, hogy ez egy tök jó dolog volt. Én tényleg tőlem sajnos, és ezt tudom, hogy nagy hibám, messze áll ez a saját magamtól felújítok valamit, általában mindig hívok segítséget, egyszerűen nem, nekem ez kimaradt az életemből, és annak még apukám egyébként kicsit így pusolt is emiatt, hogy azért jó, hogyha egy férfi be tud verni egy szöget a falba. Tök sok mindent tanultam egyébként, szóval tök jó volt így a hibákból tanultam meg, hogy mi az, amit máshogy kéne, és ja, az hasznos volt szerintem. Van egy új stúdióm, sokkal otthonosabb lett, sokkal hangulatosabb, és meglátjuk, hogy a jövőben ez mennyire tud engem szolgálni. Remélem nem fognak kiköltöztetni jövő héten. Köszönöm szépen a Mastercardnak a segítséget, és találkozunk jövő héten.
Illetve az éten kiment a tájföldi videónk, amivel Dáviddal, hát egy jó 4 hónapot dolgoztunk rajta, elképesztő sok munkánk, szívünk, lelkünk benne, hogyha esetleg ránézel, itt van valamelyik sorokban a kártya, akkor ezt nagyon szépen köszönöm neked. Írd meg, hogy milyen lett, ott van, nézd végig, szerintem kicsit jó lett. Köszönöm szépen a Mastercardnak, hogy támogatta ezt a videót, és találkozunk jövő héten, srácok. Köszönöm szépen nektek is a figyelmet. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, és ha még nem vagytok feliratkozva, esetleg iratkozzatok fel, ezt mindig elmondom, de mindig a videó végén, de mindig az elején kéne, de köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!